Most volt babogyó és babóca, aztán utána jön a vízipok, de a másikat nem tudom. És melyiket szereted legjobban a mesék közül? Hát a Bogyó és Babócát. Miért szereted a Bogyó és Babócát? Mert abban van abban barát is, meg jó. Öten repültek a sárkányon. A vízifók az ugye fürdik, és ugye a másik fok legelőször ugye kicsúfolja, hogy ugye a rendes fokok ugye nem fürödnek. Aztán utána jó barátok lesznek. Azt mondta Peti, a Csiga, hogy mennyi ment a rusnyapók. A legapróbbaktól a kamaszokig minden gyerekre gondoltak a rajzfilmünnepen a Fehér Lóban. A közös családi filmélmény mellett játszósarokba, zenehoviba, kézműves foglalkozásokra várták a gyerekeket és szüleiket. A Fehér Ló közösségi az minden programja olyan, hogy gyerekes családokra épül, kisgyerekekre épül, és nagyon szeretnénk ezeket a csöpöket megtartani magunknak. És ezért gondoltuk, hogy csatlakozunk ehhez a rajzfilmünnephez. Nagyon fontos az, hogy azok a filmek, amik a felnőttek gyerekkorában élményt jelentettek, ugyanúgy élményt jelentsenek majd az ő gyerekeiknek, és ha együtt megnézik, akkor ez egy kellemes délelőtt lesz.